sok tudományos és áltudományos megállapításon arról, hogy a hagymát hogy kell úgy pucolni, hogy ne sípje a szemünket. Ez még ugye egyszerű, hogy eszedjük a héját róla és madárkákat. Ez még gyorsan megy, és itt semmi gond nincs a hagymacsipéssel. A dolog majd itt fog kezdődni. Ugye itt még semmi gond nincs. Most jön az a rész, amit megmutatom, hogy mit kell csinálni, amikor ne sípje a szemünket. Gyere, Miki! De ugye milyen egyszerű?